Elon Musk, a Tesla alapítója, jót nevetett, amikor 2011-ben egy kínai elektromos autóról kérdezték. Azóta 13 év telt el, és a kínai BYD utolérte, sőt, olykor meg is előzte a Teslát a világpiacon. Arról a kínai márkáról beszélünk, ami hamarosan Szegeden indíthat üzemet. Szegeden építi meg európai gyártóközpontját a világ legnagyobb elektromos autógyártója, a kínai BYD. Ez lesz a vala volt egyik legnagyobb zöldmezős beruházás Magyarországon. A kínai cégnek összesen 630 ezer alkalmazottja van, évente két és fél millió autót értékesítenek, csak szeptemberig 20 ezer milliárd forintnyi bevételük volt. Az európai gyárak eléggé lemaradtak Kínától az elektromos autók versenyében. Nem csoda, hogy Brüsszelben is megijedtek. Az Európai Unió úgy döntött, büntetővámokat vett ki a Kínából importált elektromos autókra. Válaszul a versenytorzító kínai állami támogatásokra, amelyekre a távol-keleti ország saját autóiparát erősítette az elmúlt években. Tíz ország szavazott a vámok bevezetése mellett, míg négy köztük Németország és Magyarország ellene, tizenkét tagállam pedig tartózkodott. A magyar kormány reakciója két szóban összefoglalható. Ez egy gazdasági hidegháború. Gazdasági hidegháború, ez egy gazdasági hidegháború. Tehát óriási veszély a gazdasági hidegháború Magyarországra nézve. Válaszul a kínaiak büntetővámot vetettek ki bizonyos európai szeszes de célba vették a tejtermékeket és a sertéshúst is. Akkor ez már tényleg gazdasági hidegháború? Mai első vendégünk, Szunomár Ágnes közgazdász, kína szakértő mindjárt elmondja, hogy szerinte miért nem az. Rajta kívül aztán itt lesz a mai műsorban Bazsó Gábor Karotta is a Totálkártól, aki segít megérteni, hogy miért olyan menők a kínai elektromos autók az európaiakhoz képest. Én Szurovács Illés vagyok, ez pedig a péntek reggel. Hírháttér a Partizántól. Ilyet azért már láttunk a múltban többször is, akár csak a kínai-amerikai kereskedelmi háborúra elég visszatekinteni, ahol ez egyfajta ilyen üzengetés, én is felveszem a kesztyűt, te is felveszed a kesztyűt alapon, én azért ezt nem gondolnám még hidegháborúnak. Mennyire vagyunk ettől? Tehát minek kellene történnie ahhoz, hogy már indokolt legyen szerinted ilyen kifejezéseket használni? Lényegesen több szektor kellene, hogy érintett legyen, de én erre már csak azért sem látok esélyt, mert azért egy elég erőteljes interdependencia alakult ki Kína és Európa között. Még Kína és Amerika között sem gondolom, hogy a teljes lekapcsolódás lehetséges lenne. Az Európai Unió viszont ezt még deklaráltan sem szeretné, ők ugye nem lekapcsolódásról, decouplingról, hanem kockázatmentesítésről, de-riskingről beszélnek az utóbbi időszakban. Tehát nem az a cél, hogy teljes mértékben megszűnjön a kereskedelmi reláció a két ország között. Szeretném, hogy először is sorra vennénk, hogy ki akarja és ki nem akarja ezeket a válmokat, mert nagyon sokféle érdek feszül egymásnak, és kezdjük ott, hogy először is miért született meg ez a gondolat egyáltalán az Európai Bizottságban? Hát alapvetően az ipari érdekek miatt, az európai ipari érdekek miatt, amelyek azért elég erőteljesen sérülnek a Kína által támasztott versenynek köszönhetően, tehát a kínai áruk, azok minőségüket tekintve kiemelkedően jók, tehát már rég nem arról van szó, hogy a kínai termékek gagyik, de legalább olcsóak, hanem árukat tekintve is versenyképesek, technológiailag pedig sok esetben még jobbak is az európai versenytársaknál. Ez pedig egy tökéletesen vesztes helyzet az európai iparnak, különösen az autóiparnak. Azt mondod, hogy az európai ipar védelmében hozták ezeket a vámokat, konkrétan az európai autóipar védelmében, de ugye közben azt látjuk, hogy Németország éppen a saját autógyáraira hivatkozva ellenezte ezeket a vámokat. És ezért mondta egyébként azt is Orbán Viktor, hogy ez valójában nem védővám, hanem erőszaktétel, hiszen pont a, akit védeni akarnak, azok nem akarják. Akkor itt végső soron kinek a védelméről van szó? Azt hiszem, hogy Németországnak van talán a legnehezebb helyzete. És itt vannak olyan szereplők, akik, a kínai retorziós vámokat, azokat különösen megsínlik, akár a Volkswagen, akár a Mercedes, amelyek azért jelentős piacot tudhattak magukénak ez idáig legalábbis Kínában is. Ugyanakkor az ő eladásaik is jelentősen visszaestek annak köszönhetően, hogy a kínai márkák viszont előre törnek. Tehát ez csak a német helyzet, de valójában leképezi az egész európai szituációt, ahol a melyik kezembe harapjak érzés az azt hiszem, ami eluralkodhatott az Európai Unióban, Unión belül és valószínűleg ez az, ami nagyon megosztja az európai szereplőket. Kinél melyik vonal az erősebb, melyik érdekcsoport az elősebb adott esetben, az dönti el, hogy, hogy melyik irányba döntenek, hogyan értelmezik ezt a kialakult helyzetet. Tehát akkor mondjuk a franciák azért támogatják a vámot, mert a francia autógyáraknak nincs akkora jelenlétük Kínában, hogy annyit bukjanak, mint a németek? Így van. Hogy látod összességében, hogy ezek a vámok, amiket most kivetett az Európai Unió, ez segít megoldani ezt a versenyképességi problémát, vagy éppen, hogy fokozza az európai autóipar versenyképességi hátrányát. A termelők egy része legalábbis nyerni fog ezen az ügyön, a fogyasztók veszíteni fognak, vámok esetében mindig a fogyasztók a vesztesek. A kérdés ugye mindig az, hogy a termelői nyereség és az állami, teszem azt, vámbevételek például összességében ellensúlyozzák-e a fogyasztói veszteséget, és adnak-e a fogyasztóknak valami, valamit cserébe, ha úgy tetszik. Tehát nagyon nehéz ezt most még megmondani, de mondjuk figyelembe az Európai Uniós klíma az, hogy 2035-től már csak elektromos autót lehetne forgalomba helyezni újonnan, azért ma még elég kérdéses, hogy ezek a célok a kínai autók nélkül is elérhetőek lesznek-e. Igen, vannak olyan elemzések, amik pont azt mondják, hogy ezzel a vámmal az EU a saját zöld céljait veszélyezteti. Ez így van, nyilván majd találnak ehhez hivatkozási alapot, kitolják adott esetben 2040-ig, 2045-ig, és nyilván lesz az a pont, amikor az európai autóipar adott esetben a töltőinfrastruktúra fejlesztésének köszönhetően, vagy saját akkumulátortechnológiák kialakításának köszönhetően lesz már olyan állapotban és helyzetben, hogy föl tudja venni a versenyt a kínai versenytársakkal is. Egy másik uh, ilyen kritika uh, ezek ezekkel a vámokkal szemben az arról szól, ha kevésbé jutnak be a kínai autók az európai piacra, akkor az európai gyárak kevésbé is lesznek rászorítva a versenyre, és így végső soron végképp nem lesznek képesek arra, hogy utolérjék technológiában egyszerűen a, a, kínai autókat, és így az európai emberek ugyanúgy nehezen és drágán fognak hozzájutni elektromos autókhoz, mint ahogy most is. Ez hogy látod? Ez így van, hát a szabadkereskedelem egyik fő erénye és vívmánya az, az, a verseny, amelyet a szabadkereskedelem tesz lehetővé, és amelynek a révén tulajdonképpen a fogyasztók nyerik legalábbis elvi szinten a legtöbbet, hiszen ők fognak a legjobb minőségű termékekhez a lehető legolcsóbb áron hozzájutni, mert hogy a verseny ezt idézi elő, és hogyha protekcionista eszközökhöz nyúlunk, védővámokat alkalmazunk, akkor értem szerint ez a, ez a versenyhez sérül. És akkor a szereplők is kevésbé lesznek arra rá kényszerítve, hogy akár olcsóbbak, akár technológiailag jobbak legyenek, és ennek is a fogyasztók fogják meginni a levét, mint általában a protekcionizmusnak. Azt gondolom az ember, hogy akkor igazából ezek mellé, a vámok mellé kellene még valami, hogy valóban elérjük azt a célt, amit szeretnénk, hogy jó, modern, olcsó európai autókkal járhassunk, amik nem szennyezik a környezetet. Hogy látod, mire lenne szükség, milyen eszközöket kéne még bevetni az EU-nak ahhoz, hogy ez sikerüljön? Ugye, ami miatt leginkább támadják a kínaiakat, az az erős állami támogatás, az erős állami jelenlét a kínai autóiparban, ami ténykérdés. Bár úgy gondolom, hogy növendékiparágak esetében azért az Európai Unió sem nagyon cselekedett, vagy az európai országok sem nagyon tettek másként. Annak idején, hát valószínűleg lényegesen több forrást kellene az Európai Unió szintjén is arra fordítani, hogy például a töltőinfrastruktúra épüljön, hogy olyan technológiákat dolgozzanak ki, ahol már nem pár száz kilométeres hatótávolság, hanem adott esetben több ezer kilométeres hatótávolság érhető el egy-egy töltés segítségével. Beszéljünk arról, hogy milyen hatása van ennek az intézkedésnek a magyar gazdaságra. Azt, azt azért tudjuk, hogy itt egy óriási BYD üzem épül, szépen lassan szakaszonként, de potenciálisan lehet, hogy akár 300 ezer darab autót fognak itt gyártani évente. Ezekre az autókra értelemszerűen nem vonatkozik majd ez a vám. Ja, az Egyesült Államok által kivetett vám az más típusú, ő kifejezetten a kínai gyártókat célozzák a vámjaikkal, ami azt jelenti, hogy még a Magyarországon gyártott BYD autó sem fog tudni a normál vám színvonalon eljutni az Egyesült Államokba, arra extra vám rakódik majd, hiszen egy kínai gyártó termékéről van szó. Az Európai Unió ugye egy más típusú vámot vetett ki, Ők kifejezetten a Kínában ban gyártott autókat vámolja meg, beleértve a Kínában gyártó európai gyártók autóit is. Úgyhogy valószínűleg az egyik hatás az lesz, hogy még több kínai autógyártó fog bejelenteni működőtőke beruházást az Európai Uniós országokban, adott esetben a már bejelentett beruházások, azok nagyobbak lesznek az eredetileg tervezetnél. Rövid távon azért nálunk is ugyanaz lesz a hatás, mint az Európai Unió számos országában, hogy valószínűleg nem fog nőni a várt mértékben az elektromos autók értékesítése, hiszen az egyébként meglehetősen jó minőségű és megfizethető autókra azért némi vámtétel biztos, hogy átszivárog. Majd, ha nem is a teljes vámot terheli át a fogyasztóra, akkor is drágábbak lesznek az autóik. Azt mondod, hogy az egész intézkedés következményeként majd még több kínai tőke érkezhet az EU-ba, és éppen nem jelent meg egy tanulmányotok arról, hogy Magyarország az elmúlt egy-két évben a legnagyobb célpontja volt a kínai tőke befektetéseknek, akkor ilyen alapon a magyar kormány akár még örülhetne is ennek, nem? Tehát ebből akár még az is kijöhetne, hogy akkor majd egy másik kínai autógyár is nyit egy üzemet Magyarországon, ami meg a kormány gazdaságpolitikájá nézve tök jó. Itt egy korlát nyilván van, fizikai korlát is, földrajzi korlátai vannak. Az országnak egy ponton túl egész egyszerűen több e, helyünk már nem lesz, illetve munkaerőből sem lesz megfelelő mennyiség. Azért most is elég nagy kihívás elé vannak állítva a már itt lévő multinacionális vállalatok, de azok is, akik itt mostanában jönnek be. Ugye az egész sztori onnan indult, hogy az Európai Unió azzal szembesült, hogy a kínai cégek, sokszor már jobb, és mindenképp olcsóbb elektromos autókat tudnak gyártani, mint a régi nagy nyugati automárkák. Hogyan voltak képesek ezt elérni a kínaiak? Hát, hogy idejekorán elkezdtek ezzel foglalkozni. Tehát mi ugyan mostanában az elmúlt években hallunk arról, hogy van a BYD, meg van a NIO, meg a Shipping, meg még számos egyéb márka, de valójában ők már a 2000-es évek legeleje óta fejlesztenek különböző elektromos autókat. Az első fontosabb stratégiai dokumentum, ami kifejezetten a, az elektromobilitást szorgalmazza, az már 2001-ben datálódik, amikor Európa még nem igazán foglalkozott ezzel, alapvetően Japán és Kína volt az a két szereplő, aki erőteljesebben foglalkozott az elektromos meghajtású járművekkel. Tehát ez a dolog nagyjából most arra beérett. Hamarosan folytatjuk Szunomár Ágnessel és a kínai kormány reakciójával, de most nézzük meg, milyen messziről indult valójában a kínai autógyártás. A kínai autó az nagyon sokáig a szakmában egy arra használt szóforulat volt, amikor valami szar. Vagy ha saját, tehát a saját márka, akkor valamilyen európai márkának a koppintása, és ehhez képest a rossz műszaki színvonal, és általában katasztrofális biztonsági mutatók. Bozsó Gábor Karotta, a Totálkár szakírója évek óta közelről követi az elektromos autók fejlődését. Az a helyzet, hogy a kínai autóipart, az tulajdonképpen az európai autóipar magvetése, hívta életre. Tehát az történt, hogy ott volt Kína, egy fejlődő ország, rohadt nagy piac, nem volt saját autóipara, az európai cégek oda mentek, leányvállalatokat hoztak létre kötelezően, tehát úgy lehetett, az volt a Kínában megtelepedés, a kínai piachoz az hozzáférés feltétele, hogy vegyes vállalatot kellett alapítani, aminek általában felesben a, az állam vagy egy állami cég volt a tulajdonosa. Tehát az európai gyártók, azok nem a csúcs technológiával érkeztek Kínába. Viszont iszonyatos mennyiségű pénzt kerestek azon, hogy nagyon olcsón gyártották a helyi körülményeknek megfelelő az ottani piacon megélni képes autókat. Ezzel kezdődött a motorizációja igazából egy másfél milliárdos országnak. És akkor Kína nagyjából másfél évtizeddel ezelőtt többé-kevésbé saját maga kitalálta hogy hát a közlekedés ezt elektrifikálni kéne. Ami a népszerű értelmezése ellentétben nem elsősorban azért volt, hogy majd akkor azzal jól meg fognak minket verni. Ennél ez egy komplexebb dolog, tehát az emberek szeretik az én egydimenziós sztorikat, de nem, nem önmagában a légszennyezés, nem is önmagában az, hogy ezzel megverjenek minket, nem is önmagában az, hogy átugorják azt a több generációnyi műszaki lemaradást. Ezek egy kicsit mind benne voltak ebben, és ami nagyon fontos része, az az, hogy szemben a belső motoros autók technológiájával, ami érdemi különbség, tehát például az hogy akkumulátor van benne, és akkumulátort kell gyártani az egy olyan terület, amihez ők igazából egy kicsit előbb és jobban kezdtek érteni nálunk, hiszen az egész fejlet világ által használt, beleértve itt a stúdióban is körülöttünk, akármire mutatunk elektronikai eszközt, mindegyikben van, és mindegyik ott készült. Azt mondtad, hogy még ugye korábbi időszakokban óriási le technológiai lemaradás volt a kínai autogyártás és a nyugati autogyártás között. Most meg ugye már nagyon nem ezt látjuk, hogy konkrétan mivel tud többet egy kínai elektromos autó, mint egy európai? A mostani kínálatban az látszik, hogy a kínai elektromos autók nagyon masszívan különböznek abban, hogy ellentétben az európaiakkal ott létezik olcsó. A másik, hogy eszelő sebességgel tölthető aksikat tudnak fejleszteni mostanra, amikhez barmi gyorsan töltő töltőhálózatot is telepítenek, és a másik, hogy ami volt olyan típusú technológiai különbség, ami az alapautóság, tehát hogy mennyire csendes, kulturált, biztonságos például egy autó, milyenek az ilyen szempontban mutatói, abban teljesen utolérték a az európai nagyokat. Van egy ö, rangsor, bocsánat, ami, a, ami azt szerint készül, hogy a világ autógyártói digitális szempontból mennyire fejlettek. És itt a top 10-ben három ilyen klasszikus autógyártót találunk, a Fordot, a BMW-t és a General Motors-t. egyik más az, vagy kínai, vagy ugye a Tesla is ott van ezen a listán, hogy ez, ez a digitális fejlettség, ez mit jelent pontosan egy Jó. autó esetében? Igen, ez lett volna az utolsó, és bizonyos értelemben a legfontosabb pont, hogy a, az autónak mostanra a szoftver az nem egy ilyen hímihumi része, hanem az autók úgy működnek, hogy igazából mindenüket elektronika vezérli, tehát ott tartunk, hogy a, a gáz volt az első, ami teljesen elveszett, ott valójában egy kompjúternek mondjuk azt a gyorsabban szeretnénk menni, és a kompjúter aztán kitalálja, hogy mi fér el ebből, mi nem. A fékkel szintén ugyanez a helyzet. Most arról ott tartunk, hogy a, a legmodernebb fékberendezésekben egyáltalán nincs már ilyen szempontból se fizikai, se hidrológus kapcsolat, hanem ugyanaz történik, hogy a fékpedállal azt mondod egy, egy számítógépnek, hogy lassulni kívánok, és a számítógép eldönti, hogy akkor melyik kereket mennyivel fékezi meg ahhoz, hogy a lehető hamarabb megállj. És az összes olyan dolgot, amit nem érintettünk, de egy mai autónak elengedhetetlen része, a parkolás segítő rendszer, ami beáll helyetted, a baleset megelőző rendszer, ami automatikusan lefékez, ha kiugrik eléd egy kisgyerek vagy egy kutya, a rendszer, ami csipók, hogyha rányitnád az ajtót a biciklistára, a biciklisávon, a rendszer, ami csípók, hogyha kitolatsz a parkolóhelyről és keresztforgalomban, ahova nem tudsz a szemeddel oda látni, de az autónak van odaérzékelője, és minden autóban van már is kötelező, a rendszer, ami felismeri a táblákat, a sebességhatárokról és figyelmeztet, és akkor ez egészült ki azokkal, amikről régen nem is Voltunk, és nem is gondoltunk rájuk, de ugye egy modern autóban simán lehet YouTube-ot nézni, amikor áll, vagy Netflixen sorít nézni, vagy videójátékokat játszani, nem szuper gadikat, hanem a Teslák esetében rendes, modern, kúrens generációs konzoljáték színvonalú, vagy konkrétan a konzoljátékokat is, mert olyan Központi számítógép van benne, ami nagyon kényelmesen futtatja őket, mint egy gamer PC. Beszéljünk egy kicsit külön a, a byd ről is, ami ugye a legnagyobb kínai mm. autógyártó, és az volt az év a nagy hír, hogy volt már olyan év, amiben a Teslát is megelőzte a, a világpiacon. Hogy látod a, a byd nél van valami különleges magyarázat arra, hogy ők hogy tudtak ennyire sikeresek lenni, ami még a többi kínai autógyártól is megkülönbözteti őket? Ja, hogy a Tesla-t se lett volna semmi a maszk nélkül, ennek minden jó és rossz része együtt. A, a BYD Story az a, az a Wang Shuanfu a nevű csávóval függ össze, aki az alapító volt, illetve most is ő vezeti a céget. E, és első körben ugye messze nem autókat kezdett el gyártani. E, hanem különböző elektronikai termékeket, és azonban belül is mi érdekel minket most leginkább az az, hogy a ő aksikat kezdett el csinálni eredetileg elektronikai eszközökbe, amik egyébként nem lítium ilyen aksik voltak ekkor még, de azt, hogy egyáltalán hogy kell aksit gyártani, meg hogy kell az aksi gyártást felskálázni, meg hogy hogy kell az akkumulátort olyan minőségben gyártani tudni, hogy az egyre drágább és egyre kisebb és nagyobb értékű elektronikai eszközökbe bele tudja menni, az a, az a tudás ott elkezdett náluk gyűlni. 2009-ben volt már működő teljesen elektromos autójuk, amit árultak, és aztán nagyon hamarítottak rá, oda, hogy azt mondják, hogy őket azt különbözteti meg a többiektől, hogy ők csak elektrifikált járműveket gyártanak, és valóban az látszik, hogy ehhez értenek elsősorban, és van egy iszonyú érdekes megközelítésük, ami nagyjából az ellentéte annak, mint amit a Tesla csinál. Ugye a Tesláról mindenki tudni szokta, hogy ők elképesztően vertikálisan integráltak, tehát mindent saját maguk szeretnek csinálni, ez a BYD-vel is így van, tehát ez, ez, ez a pont, ez közös bennük. De a Tesla a lehető leginkább kiszervezni igyekszik az embereket magából a gyártási folyamatból. A BYD ezzel szemben írtózatosan sok embert alkalmazta. Azt hinné az ember, hogy ez inkább a hátrányukra válik, hogy ez egy kevésbé fejlett működésmód. Igen, a logika valóban ezt mondja, és lehet, hogy ez hosszú távon így is lenne. Egyrészt nyilván Kínában azért még mindig elég olcsó a munkerő, már nem annyira, mint régen, de azért még mindig elég olcsó. Ami drasztikus különbség, és a kínai ipar versenyképességének egyébként az egyik titka a jelenben, az az, hogy a munkaerőt védő szabályok azok ugye lényegében nem léteznek ahhoz képest, főleg amit Európában van. Hanem az van, hogy nem kell a termék, szarul, fogy, az illetékeseket azonnal ugye elküldik, a területet beszántják, és ha kell, akkor felhúznak egy másik gyárat egy év alatt. És ez a gyorsan mozgás, ez kell ahhoz, hogy a most nagyon nagyot változó autóiparban ahol semmi sem úgy van már nagy részt, mint korábban volt, ebben reagálni lehessen. Ugye jelenleg úgy tűnik, hogy nagyon jól működik ez a, az olcsó munkaerőt nagy tömegben használni, mert például, ha változtatni kell valamit, új modellt kell csinálni, át kell szabni a kínálatot, át kell a potmétereket tekergetni, akkor az embereknek kell mást csinálni, vagy az embereket kell elküldeni, meg fölvenni, és ezt simán gond nélkül meg lehet csinálni. Nem kell neki nekiállni új gyártósorokat telepíteni, <haz> új robotokkal mindent újra programozni, és még így is elbírja a, a költségszint. Összességében, hogy most hogy látod, létezik olyan forgatókönyv az elektromos autózásban, amiben Kínálnak nincs egy aránytalan fölénye a nyugati márkákhoz képest, vagy elképzelhető, hogy még valahogyan behozzák ezt, és felveszik a lépést? Az európai autógyártóknál van egy egy iszonyú súlyos belső érdekeltség válság ebben az egész átmenetben, hogy úgy nézik ezt kényszerűen, mintha ez egy nulla összegű játék lenne, tehát az lenne, hogy ha én ma eladok 100 autót, amiből száz belső égésű motoros, és tudom, hogy el kell adnom, mondjuk, mert megkövetelik a szabályok, induljunk ki ebből, el kéne adnom 30 elektromosat öt év múlva, akkor abból indulok, hogy, hogy le kell vágnom 30%-ot abból, amihez értek, azért, hogy csináljak 30%-ot egy olyan dologból, amihez nem értek. De ezt nagyon erősen súlyosbítja még, hogy amihez nem értek, ahhoz nincs kialakulva rendesen a beszállítói láncom, nincs az kitalálva, hogy hogy keresek rajta úgy pénzt, főleg az utó életén, ami egyébként egy jelentős tétel az autóknál, ugye a visszahordás, alkatrészek, szervizek, mi egymás. Az a baj, hogy úgy működik a tömegtermelés, hogy ha valamiből én eddig százat tudtam csinálni, de a jövőben csak hetvenet csinálok, akkor azt a hetvenet, azt nem hetvennyi nyi költségen csinálom, hanem mondjuk 85-nyi költségen csinálom a hetvenet, Mert az állandó költségeim egy részét igazából nem tudom attól levágni. És ezért végtelen nehézségek árán lehetne csak őket átállítani, és mindenki tudja, hogy ez ettől még nem lenne lehetetlen. Csak az a baj, hogy azon az áron lehet megcsinálni, hogy Iszonyúan fájnia kell. Tehát embereknek kell hozzá a tömegét kell átképezni, a tömegét kell elbocsátani, beszállítók tömegét kell csődbe vinni, vagy csődbe engedni, amik olyan dolgokhoz értettek eddig, ami a jövőben nem kell. És hogy ezek mind olyan sokkok, amiket nem igazán szívesen vállal be senki, részben mert nem is nagyon lehet az európai szabályok között, részben mert igazából senkinek nem fűlik hozzá különösebben a foga. Mi leha idén még így inkább megpróbálnánk kibekenni, azt majd csak lesz valami. Ez mind olyan, ami égeti, égeti, égeti a pénzt, és évekig nincs egyértelmű látszatja, mert a másik láb még nem erősödik meg. Ahogy már említettük, a kínai vezetés elég visszafogottan reagált az európai vámokra. A folytatásban arról kérdezem Szunomár Ágnest, hogy miért nem léptek oda keményebben Brüsszelnek, miért csak a szeszes és bizonyos élelmiszereket vettek célba. Ez inkább egy finom jelzés arra vonatkozóan, hogy nem csak ti tudtok védővámokat kivetni, hanem mi is. Az amerikai-kínai kereskedelmi háborúban is ugyanez megtörtént, és ott is alapvetően egyébként mezőgazdasági termékekkel operáltak a kínaiak az elején, tehát szója, cirok, és egyébként még arra is ügyeltek, hogy alapvetően azokat az államokat érintse az, ahol az akkor regnáló politikai hatalom hátországa volt és miért követik ezt a stratégiát, miért nem vetettek ki válmot rögtön akkor az európai autógyárakra? A kínaiak azért nem feltétlenül szeretnek konfrontálódni, tehát amit magukról mondanak, a harmónia keresése, a békés állapot megtalálása, az valójában tényleg igaz, és még a konfucianizmusban gyökeredzik. Tehát ők nem feltétlenül akarnak ö, rögtön ö, párbajt vívni, rögtön csörtére menni, de ugyanakkor már abból a szerepből is kinőttek, amikor hajlongva hátrébb lépnek egyet azzal, hogy akkor én inkább elnézést, de nem veszem föl a kesztyűt, a kesztyűt igenis felveszik, de nem csapnak oda vele rögtön. Ugyanakkor, ha jól értem, akkor azt mondod, hogy igazából az EU részéről sem feltétlenül arra kell számítanunk, hogy itt nagyon túl feszítenék a húrt pont az ilyen belső érdekellentétek miatt. Most nagyon sokszor nem egységes az európai döntéshozata a különböző kérdésekben, de, de ez valóban egy nagyon megosztó kérdés tűnik az eltérő adott esetben iparági érdekek miatt. Akár iparágon belül is lehetnek eltérő értékek, eltérő érdekek ugyanis. Úgyhogy én is úgy gondolom, hogy nem valószínű az, hogy itt vérre menő vita alakulna ki, de, de nagyon sok összetevős probléma ez, és nagyon nehéz megjósolni, hogy milyen kimenetele lesz. Nyilván esetemben ez egy inkább egy ilyen wishful thinking, amikor abban reménykedem, hogy ez azért nem fog egy egy valódi kereskedelmi háborúvá e, alakulni. Nyilván most is adott szegmensben már akár erről is lehetne szó, de itt azért még benne van a, a pakliban az, hogy miután mind a két félnek valahol érdeke a kérdés és a probléma rendezése, ezért ennek érdekében akár tárgyalóasztalhoz is ülnek majd. Ez volt a Péntek reggel, a Partizáni Hírátér podcastjának elheti adása. Köszöni a figyelmet a teljes tám nevében a Péntek reggel szerkesztőműsorvezetője vezetője, Illés. Zene és hang Irsig Animáció Rádi Gábor. Kreatív producer Laki Gergely.